Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. A szientológia rendelkezik egy pontos tanulási technológiával, mellyel bárki képes megtanulni és megérteni bármilyen tárgyat. Ez az első igazán működő módszer arra, hogy megtanítsunk valakit tanulni. Például bármi megtanulásának első lépése az, hogy tudjuk, miért tanulunk. Ahelyett, hogy azon gondolkodnánk, hogy ez is lesz-e a vizsgán, azt kérdezzük meg magunktól, hogyan tudom alkalmazni ezt az anyagot? Mire tudom használni? Ha így teszünk, sokkal nagyobb hasznunkra válik a tanult anyag, és képesek leszünk ténylegesen alkalmazni azt. Persze nem lehet megtanulni egy tárgyat, ha azt hisszük, már mindent tudunk róla. A tudásra való hajlandóságnak része, hogy eldöntjük, van ott valami megtanulni való. A szientológia egyik felfedezése, hogy három pontosan meghatározható akadály gátolhatja a tanulási képességet. Mindhárom akadály különböző reakciókat vált ki az emberben. Ha felismerjük ezeket a reakciókat, akkor a megfelelő eszközökkel felülkerekedhetünk rajtuk. Ha valaha is unottá vagy ingerülté vált tanulás közben, vagy összenyomottnak érezte magát, szédült, fájt a feje, vagy hullának érezte magát, mikor megpróbált megérteni valamit, ezek mind a tanulás első akadályának, a tömeg hiányának a jelei. Tömeg alatt a tényleges tárgyakat értjük, az élet fizikai dolgait. Például, ha egy tankönyvből tanulna a repülésről és mindent elolvasna a műszerekről, mennyit értene meg belőle, ha soha nem látott még egy igazi pilótafülkét? Ha megfigyeli és megérinti a tárgyat, amiről tanul, ha fizikai valójukban megtapasztalja a tanultakat, az megoldaná ezt a problémát. Az egyik legfontosabb dolog az az, ami... A tanulási technológiával számos eszközt elsajátíthatunk, melyek megadják a szükséges tömeget, hogy a tanult tárgy valóságossá váljon számunkra. Ha valaha próbált megtanulni valamit, és olyan kavargó érzése volt, zavarodott lett, vagy úgy érezte, hogy a következő elvégzendő lépés túl nehéz, gyerünk! Ez azért volt, mert egy előző lépés megértése nélkül ugrott át a következőre. A tanulásnak ez a második akadálya a túl meredek grádiens. A grádiens szó jelentése valaminek lépésről lépésre történő megközelítése. Ezekkel a tanulási eszközökkel ki tudja deríteni, hogy milyen korábbi lépést hagyott ki, vagy nem sajátított el teljesen. És hogyan tudja ezt orvosolni? Ha úgy próbál elsajátítani valamit, hogy annak minden egyes lépése könnyen elvégezhető, akkor még a legnehezebb dolgok sem elérhetetlenek. Tapasztalta valaha, hogy egy oldal végéhez érve fogalma sem volt arról, hogy mit olvasott? Vagy történt olyan, hogy félbehagyott egy könyvet, és soha többé nem nyúlt hozzá?
Ha hiszi, ha nem, mindkét helyzetet ugyanaz okozta, és ez a legfontosabb akadály a három közül. A meg nem értett szó. A meg nem értett szó egy olyan szó, amelyet egyáltalán nem értett meg. Vagy egy olyan szó, amelyről azt hiszi, hogy érti, de rosszul érti. Ha maga mögött hagy egy meg nem értett szót, akkor üres lesz a feje. Ha pedig azt látja, hogy valaki kábává válik, vagy elalszik a könyve felett, az a személy már régen túlhaladt egy meg nem értett szón. Ez azt is megmagyarázza, hogy miért van az, hogy egy oldal végére írva nem tudjuk, mit olvastunk. Valahol korábban azon az oldalon volt egy szó, amelyet nem értettünk. Ilyenkor a közvetlenül a szó után következő rész üres lesz az emlékezetünkben. Emiatt eltávolodunk, visszahúzódunk az anyagtól. Minden félbehagyott vagy feladott tantárgyban meg nem értett szavak voltak. A tanulási technológiával megtanulja, hogyan találja meg ezeket a szavakat, és hogyan tisztázza értelmüket. És nem csak okosabbnak érzi majd magát, de a tárggyal kapcsolatos képességét és érdeklődését is visszanyeri. Bár ezen eszközök egyszerűnek tűnnek, kiterjedt a tanulás tárgyával és az elménk működésével kapcsolatos kutatás áll mögöttük. Nem a születési adottságainktól függ, hogy jó tanulók vagyunk-e. Mindegy, milyen fiatalok vagy idősek vagyunk, vagy milyen lehetetlennek tűnik a kihívás. Ezekkel az eszközökkel bárki bármilyen tárgyat meg tud tanulni, és az így elsajátított képességgel sikeres lehet. Mi az elsődleges célunk az életben? Más szóval, mi hajtja az embert? Mi az alapvető motiváció minden tettünk és döntésünk mögött? A lépcsőház tervetek fantasztikus. Bármi mást is próbálunk elérni, végeredményben túlélni próbálunk. Nem új gondolat, hogy az ember túlél. Alex, Sasa mondta, hogy írtatok matekból. Hogy ment? Ötös! A szientológiában azonban felfedezték, hogy az embert, mint minden élőlényt, kizárólag a túlélés motiválja. Ez az élet célja. Mindent, amit teszünk, minden döntést, ez a túlélésre irányuló késztetés hajt. De nem pusztán túlélni próbálunk. Menj végig a hosszú ideig, és jól akarunk élni. Tessék! Papa, popcornja! Így a túlélésnek fokozatai vannak. A túlélésre irányuló késztetést egy nyíllal ábrázolhatnánk, mely felfelé mutat, a lehetséges legjobb túlélési szint felé. Ezt a túlélés felé hajtó késztetést dinamikának nevezzük. Ha megnéznénk egy nagyítóval, azt látnánk, hogy ez az egy erő 8 részből áll. 8 túlélésre késztető hajtóerőből. Ezeket úgy hívjuk, hogy a 8 dinamika. Ezek képviselik életünk mindazon részeit, amelyekért túlélünk. Például az első dinamika a késztetés az önmagunként való létezésre. Ez a törekvés az egyénként való túlélésre. Arra, hogy egyének legyünk. Hogy a legmagasabb szinten és leghosszabb ideig túléljünk önmagunként. Itt teljes mértékben kifejezésre jut az egyéniség. A második dinamika a késztetés a túlélésre a jövendő generáción keresztül. Ez két részből áll. Az egyik a szex, a másik a család, és vele a gyereknevelés. A harmadik dinamika a késztetés a túlélésre csoporttagként. Bármely csoport, átmeneti vagy állandó, politikai vagy társadalmi, része a harmadik dinamikának, és mindegyik egy-egy harmadik dinamika. A negyedik dinamika a késztetés az emberiség fajként való túlélésére. Míg egyetlen népet harmadik dinamikának tekintenénk, az összes népet együttvéve a negyedik dinamikának tekintenénk. Az ötödik dinamika a késztetés az összes létező életforma túlélésére.
Ez magában foglalja az összes élő dolgot, akár állati, akár növényi. A hatodik dinamika az a késztetés, hogy előmozdítsuk a fizikai univerzum túlélését. Az a késztetés, hogy javítsuk az anyag, energia, tér és idő túlélését. Ezek a fizikai univerzum alkotó részei. A hetedik dinamikát nevezhetjük a szellemi dinamikának. Ez különálló a fizikai univerzumtól és magának az életnek a forrása. A nyolcadik dinamika a késztetés a végtelenként való létezésre. Ezt a legfelsőbb lényként is szokták azonosítani. Ezt nevezhetjük úgy, hogy a végtelen vagy Isten dinamikája. Ez a nyolc dinamika felöleli az összes túlélési célunkat és az összes dolgot, amiért túlélünk. És így vagy úgy megpróbálunk ezen az összes dinamikán egyszerre túlélni. A túlélésünk néhányon lehet jó. Megvan a végső storyboard a jelenethez. Nagyon jó. Jelentést kérek estére. Hajrá! Más dinamikákon pedig nem éppen. Ám ha az életünk egy vagy több részén nem jó a túlélésünk, akkor általánosságban sem lesz jó, mert ezek a dinamikák kapcsolódnak egymáshoz. Bármilyen probléma vagy helyzet az életben hatással lesz egyik vagy másik dinamikánkra. Azonban, mint tudjuk, nem minden döntés vagy megoldás egyszerű. A dinamikák között természetes küzdelem zajlik. Például egy jobb keresetet nyújtó munkalehetőség egy másik városban, mely ugyanakkor elszakítaná a családját a barátoktól, számos dinamikára kihat. Minél jobbak a döntéseink, annál jobb a túlélésünk. Hogyan tudjuk hát meghatározni, melyik a helyes irány? Mitől lesz egy döntés helyes döntés? A szientológiában meg fog tanulni egy módszert, mellyel pontosan meghatározhatja, hogy mi a legjobb döntés vagy megoldás bármely életbeli helyzetben. Ezzel az eszközzel maga biztosan mindig a helyes döntést tudja meghozni. Reggel az első dolgom lesz felhívni őket. Johann. Minél jobban megérti e dinamikákat és egymáshoz való viszonyukat, annál jobban javíthatja a túlélését és a részvételét valamennyin. Szia! Elnézést kérek! Hiszen a nyolc dinamika alkotja az életet. Mindnyájan meg akarjuk érteni a másikat. Nem jó. Ám legjobb szándékaink ellenére is ki vagyunk téve zaklatottságoknak, nézeteltéréseknek és félreértéseknek. Nem, nézd, ez nem jó. Egyszerűen nem érted. Egyikőtök sem érti ezt. Együtt kell dolgoznunk. Ez az utolsó. Együtt kell élnünk. És együtt kell működnünk másokkal. Néha azonban úgy tűnik, hogy ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Nem bírom tovább. Nem tudom, mit akar, vagy mit csinálok rosszul. Hányszor mondjam még neked? Nem mész sehová! Apu, mindenki ott lesz, csak én nem! Lehet, hogy van valaki, akivel nehezen jövünk ki. Az én házam! Az apád vagyok! Gyere vissza, kisasszony! Vagy próbálunk megérteni egy új tevékenységet vagy eszközt. Figyelj! Ha lenne mód rá, hogy jobban megértsük az embereket és helyzeteket, az nagyon értékes dolog volna. A szientológiában felfedezték, hogy minden emberi kapcsolat, sőt az élet minden része, javítható, ha tudjuk, hogy mi is valójában a megértés. Ahhoz, hogy valamit vagy valakit megértsünk, három dolog mindenképp szükséges. Ezek az affinitás, a realitás és a kommunikáció. Affinitás alatt érzelmi reakciót értünk. A valaki vagy valami iránt érzett vonzódás érzését. Vagy annak hiányát. Figyelj!
A realitás egyetértés. Amiben egyetértünk, hogy reális, az reális. Például, ha ketten egyetértenek, hogy egy bizonyos csapat a legjobb, akkor ők közös realitással rendelkeznek erről. Kommunikáció alatt pedig gondolatok cseréjét értjük két ember között. Mehet, Joe! Ez milyen, Bill? Gyönyörű, Joe. Tökéletes. Az affinitás, a realitás és a kommunikáció szorosan összekapcsolódnak. Figyelj! Ha nincs affinitásunk valaki irányában, nem fogunk sok mindenben egyetérteni vele, és így, ha lesz egyáltalán kommunikáció, az nagyon kevés lesz. Ugyanígy, kommunikáció nélkül nem létezhet realitás, amiben egyetértenének, és így nem lesz affinitás sem. Próbált valaha is egy dühös emberrel beszélni? Öt paprika! Nem. Hát miért nekem öt paprika? Nincs nagy affinitása, az biztos. Nem. És nem is ért egyet önnel. Kérem, uram, vegye át! Vigye vissza maga megőrül! Aki dühös, az lehet, hogy szavakat kiabál, de határozottan nincs kommunikációban önnel. Figyeljen, egy paprika nem tehetek más. Két paprika az írja alá, hogy átvegyem. Az affinitás, realitás és kommunikáció annyira összefüggőek, hogy elképzelhetjük őket egy háromszögként. Ahhoz, hogy létezhessen két csúcs, kell a harmadik is. A szientológiában ezt ARK-háromszögnek nevezzük. Bármely kapcsolatban mindhárom tényezőnek jelen kell lennie ahhoz, hogy megértés jöhessen létre. Íme egy példa. Ennek a két férfinak közös realitása van a régi autókról. Egyetértenek, hogy ez itt nagyon jó. 1957-es Pontiac Superchief. Már nem gyártanak ilyen jókat. Azt tuti. Így magas szintű a kommunikációjuk. Még gondolat sem voltál. Klassz voltál. Yeah. És nagy az affinitásuk. Mondhatnánk, hogy magas az ARK-juk. Így megértik egymást, legalábbis a régi autók témájában. Az ARK háromszögnek számos hasznos alkalmazása van az életben. A háromszögnek csak az egyik csúcsát kell jobbítanunk ahhoz, hogy a másik kettőt is jobbítsuk. Például, ha apa és lánya találnak valamit, amiben egyetértenek. Apa, ez a tiéd? Igen. A realitásuk egymásról megnő. Ezek tök jók. Én is voltam fiatal. Ez aztán növeli a kommunikációjuk szintjét, és az egymás iránti affinitásuk is növekedni fog. Azonban, ha a háromszög egyik csúcsa lejjebb megy, a másik kettő is csökken. Például ez a férfi úgy tűnik nem jön ki az anyósával. Nem szereti. Ő meg ki nem állhatja őt. Az affinitásuk alacsony. Mennyire értenek egyet? Valószínűleg alig. Így nem annyira reálisak egymásnak. A realitás alacsony. Mennyire szívesen beszél a nővel? Nem igazán. A kommunikáció alacsony. Na most, ha a háromszögnek csak az egyik csúcsát megemeli, úgy találja majd, hogy a másik kettő is javul. Tegyük fel, hogy talál valamit, amiben egyet tudnak érteni. Realitás. Marjorie, tetszenek a rózsáid. Nagyon szépek. Ekkor hirtelen, még ha ez nem is óriási változás. Köszönöm. Sok kemény munkámba kerültek. Azt gondolom. Én nemesítettem őket. A nő legalább kommunikálni kezd vele, és az affinitásuk emelkedni kezd. Vöröseket és lilákat is? A három csúcs megemelésével egyre nagyobb ARK-juk és megértésük lesz egymás irányában. Ez az élet minden területére vonatkozik. Házasság. Csodásan hangzik. Munka. Ezektől lesz csapat. Egy csapat. Barátságok. De még arra is, amikor valami új dolgot tanulunk, vagy új eszközeink vannak. Minél több a kommunikációnk valamivel, annál reálisabbá válik számunkra. És annál nagyobb lesz az irányában érzett affinitásunk. Valójában a kommunikáció a legfontosabb a három tényező közül. Az, hogy a székek ergonomikusak, kényelmesek és mobilak legyenek. Mondhatnánk, hogy a háromszög a kommunikációval kezdődik. Néhány jó ötletem. Ó, ez nagyszerű.
A szientológiában sokkal többet megtud majd az ARK-ról és annak használatáról. Halló? Megkaptad az orhideát? Meg! Nagyszerű! Ezzel az eszközzel nagyobb megértést érhet el mindenkivel, akivel kapcsolatba kerül, és az önt körülvevő világról. Valójában ez az egyik kedvenc edényem. Az affinitás, realitás és kommunikáció használatával a megértésen alapuló jobb világ csak karnyújtásnyira van. A székek, amiket terveztél, azok a legjobbak. Bámulatosak. Köszönöm. Az emberi viselkedés kiszámíthatatlannak tűnhet. Mi van, lúzer? Bárhogy próbálkozunk, nem mindig tudjuk, kiben bízhatunk. Jól van, találunk egy jó nyári deszkát. Szerintem ez jó lesz. És kiben nem. Mások tettei gyakran meglepnek, vagy csalódást okoznak. Szeretne rendelni, ugye? Nem. Köszönöm. Okay. Csak szóljon, ha segíthetek valamiben. Oké. Nem lenne jó, ha előre tudnánk, hogy egy alkalmazott becsületese. Hé, segítenél nekem? Vagy egy szobatárs megbízható-e? Hé! Azt hittem, ma te takarítasz. Igen, totál tervezem még mindig, becs szó. Értem. Vagy egy partner eredményese. Megegyeztünk. Kiváló. A szientológiában van egy eszköz, amellyel előrejelezhetjük mások viselkedését. Ez az emberek által átélt érzelmi állapotok skálája, ahogy sorban egymás után következnek. Ezeket az érzelmi állapotokat tónusoknak nevezzük, és mindenki minden pillanatban e tónusok egyikében található. Például, ha valaki jó hírt kap... Joanna, gratulálok! Megkaptad az előléptetést. Akkor a tónusa a lelkesedés. Ám ha nagyon rossz hír érné, mint például egy szerettének a halála. Hello, mi történt? Akkor a bánat tónusára zuhanna. Mi a baj? Nagymamám. És ahogy egy hirtelen veszteség azt okozhatja, hogy rövid ideig bánatos. Túl sok veszteség vagy fájdalom azt eredményezheti, hogy bánatba zuhan, és ott is marad. Akár évekig. És a legtöbb dologra így fog reagálni. Ez azért van, mert mindegyik érzelmi tónust sajátos viselkedés jellemzi. Például egy dühös ember bizonyos dolgokat tesz. Mi van, lúzer? Kiabálással és erőszakossággal uralkodni próbál a körülötte lévőkön. Te nekem ne szóljál be! Én vagyok a főnök! Viszont az, aki fél, igencsak másképp viselkedik. Minden embernek van egy krónikus vagy általános tónusa, és rendszerint ennek megfelelően viselkednek. Ezért, ha megtanuljuk felismerni az emberek tónus szintjét, akkor előre tudjuk jelezni a viselkedésüket. Azaz mindent. A kommunikációjuktól... Találunk egy jó nyári deszkát. A tetteikig. Hé! Jó. Például... Elfoglalt vagy? Az a személy, aki krónikusan unott, hanyag lesz. Azt hittem, ma te takarítasz. És nem lesz őszinte. Ja, totál tervezem még mindig, becs szó. Értem. Túl hanyag ahhoz, hogy teljesen bízzunk benne. De valamit csináltam. De még mindig viszonylag értékes barát. Szereztem két hét a koncertre nektek a csajoddal. Oké, öreg. Köszönöm. Hé! Hey! Aki antagonisztikus, azaz ellenséges, az hazudik és árt másoknak. Még megüssz valakit! Tedd már le! Akadékoskodó és kritikus. Ne oda! És silány barát. Tudsz egyáltalán normálisan csinálni valamit? A legveszélyesebb tónus szint a rejtett ellenségesség. Hát, elkezdtem divattervezőnek tanulni. Tényleg? Az ilyen személy az arcunkba mosolyog, aztán hátba szúr minket. Én tényleg szeretlek.
És tudom, hogy van egy egyéni stílusod. A társalgása tele van apró szurkálódásokkal. A divattervezőknek tehetségeseknek kell lenniük, és kevesen futnak be. Mert titokban zaklatni akarnak minket, vagy akár elpusztítani, anélkül, hogy ezt észrevennénk. Ne csináld teljes szívvel, oké? Nem szeretném, ha csalódás érne. A skála alján az apátia tónus szintje található. Nem is tudom, minek fáradunk azzal, hogy megépítsük ezt. Az ilyen személy reménytelen. Senki sem fogja használni. Megoldhatatlanul rossz dolgokról beszél. Mindenki örül, hogy legalább kapunk fizetést, nem? És aztán? Itt olyan kevés élet van a személyben, hogy alig tud mozogni és működni. Hogy összegyűjjünk? És szinte semmi értéke nincs barátként, házastársként vagy alkalmazottként. Hol van Frank? Sőt, ha alkalmaznák egy cégben, hanyagságból és nem törődömségből valószínűleg tönkretenné azt. Mint látható, létfontosságú, hogy kivel társulunk az életben. Ám ha azonosítani tudjuk valaki érzelmi tónusát, akár teljesen lecsökkenthetjük a kockázatot a kapcsolatainkban. A szientológiában van egy táblázat az ezeken a tónus szinteken lévő emberek jellemvonásairól. Így ön megtanulhatja, hogyan lássa előre, hogy egy adott szinten mit tesznek. A viselkedés több mint 20 területét átfogja. Onnan, hogy valaki mennyire felelősségteljes, addig, hogy mennyire mond igazat, és hogyan bánik másokkal. Azt is megtudhatja, hogyan ismerje fel valaki krónikus tónusát csupán arról, hogy mit csinál a szemével. Ha előre látja, hogyan viselkednek az emberek. Intézem. Köszönöm. Mindig tudni fogja, kik a barátai, kivel érintkezzen, és kiben bízhat meg. Szia. Ezzel a tudással olyan kapcsolatai lehetnek, amelyek biztosítják a sikerét és jólétét minden törekvésében. Kommunikáció az élet. Akár a személyes kapcsolatokban, akár a munkahelyen. Kommunikációs képességünk meghatározó lehet abban, hogy sikeresek vagy sikertelenek vagyunk az életben. Talán már észrevette, hogy a sikeres embereknek általában nagyon jó a kommunikációs képessége. A sikertreneknek pedig... Elnézést, uram, ha lenne egy perce, mutatnék valamit, ami... Nem jó. Ha körülnézünk, sok olyan embert látunk, akik azt hiszik, kommunikálnak, pedig nem. Van, aki nehezen fejezi ki magát. Mindig ez történik, nem hihetetlen, hihetetlen. Mások nem képesek odafigyelni. Halazatot rendelnék, mit hoznának? Húsgombócot vagy valami ilyesmit? Hát ez nevetséges. Elnézést, nem ezt rendeltem, csirkét kértem. Kicserélnék, kérem? Persze. Köszönöm. Na, szóval ott tartottam. Hé, hey, apu, szülinapi ajándék neked. Néhányan túl keveset mondanak. Te és a kicsi Bobby. Édes, nem? Szívesen. Hajt. Mások azon tűnődnek, miért nem beszél velük senki. Vagy nem tudnak elindítani egy beszélgetést. Voltam a Long Beach-en, és... Hagyjuk. Mások nem tudják leállítani. Kérdezem magamtól, hogy hány kocsi túl sok kocsi? Nekem mind kell, Mercedes, Bentley. Volt ez a Ferrari, te jó ég, olyan hangja volt, hallanatok kellett volna. Valójában az emberek legnagyobb mindennapi problémáit... A rossz ételt adhat a tízeshez. A kommunikációs nehézségek okozzák. Figyelj, mikor leadom a rendelést. Azt mondtad a halfülét. Figyelj, mikor mondom, vagy olvasd el. Ez talán azért van így, mert eddig senki nem tudta megmondani, hogyan kell kommunikálni. Azt mondtad...
Nekem kell helyetted megfőznöm a szósz? Mi folyik? A sikeres kommunikáció egy pontos formulát követ. Ha ezt ismerjük, nagy mértékben javíthatunk a kommunikációs képességünkön. Azonnal menj innen a konyhámból, tűnés, hallod? De először jó lenne megérteni, mi a kommunikáció. Vegyük azt az egyszerű példát, amikor két ember beszélget. Mehet, Joe! A kijelentést közlő fél a kommunikáció oka. Tehát hívjuk őt oknak. Most a kékeket? Aki fogadja a kijelentést, az a kommunikáció okozata. Így ekkor ő az okozat. A köztük lévő tér a távolság. Tehát a kommunikáció nagyon alapvető formulája ez lenne. Ok, most a pirosakat. Távolság, okozat. Bill mond valamit egy távolságon keresztül Joe-nak, aki fogadja azt. Hogy a kommunikáció teljes legyen, szerepet kell cserélniük. Joe-nak válaszolnia kell. Tehát Joe felel. Ez milyen, Bill? Most ő az ok. Mond valamit Billnek, aki most az okozat. Bill fogadja és bólint, vagy mond valamit, hogy jelezze, hogy fogadta. Remek. Ezzel teljessé válik az úgynevezett kommunikációs ciklus. Számos egyéb tényezőnek is jelen kell lenni a formulában ahhoz, hogy tényleges kommunikáció történjen. Például figyelemnek, szándéknak, nagyszerű. Most a pirosak. És duplikációnak. A kommunikációs formula megtanulása során pontosan megismeri ezeket a tényezőket. Így egy sikertelen kommunikációnál meg tudja majd vizsgálni ezeket, hogy láthassa pontosan, mivel volt a gond. A szientológia technológiájával megtudja, hogyan javítsa a kommunikáció minden elemét. Beleértve azt is, hogy hogyan értesse meg magát másokkal. Megkóstoljátok az egyik híres étvágy csinálónkat? Abszolút. Hogy hogyan értse meg igazán, amit ők mondanak önnek. Jó. Finom. Okay. Köszönöm. És hogyan javítson ki bármely kommunikációs problémát másokkal. Nagyon jó ez a kép, kösz. Ezek a készségek létfontosságúak a sikeres élethez. Fontos, hogy könnyedén és bizonyossággal tudjunk kommunikálni, mert a kommunikáció old meg minden problémát. És amennyire tudunk kommunikálni, annyira tudunk élni. Az életben az embert néha sérülések érik. Az élet nehezen viselhető el, ha valaki beteg vagy sérült. Vagy ha valakit súlyos megrázkódtatás ért. Mikor? Mi a baj? Nem könnyű tehetetlenül nézni, hogy valakit fájdalom gyötör. Szeretnénk enyhíteni a fájdalmukat. Vagy gyorsítani a felépülésüket. De nem tudjuk hogyan. Az igazság az, hogy tehetünk valamit, hogy csökkentsük a fájdalmat és kényelmetlenséget. Valamit, ami kiegészíti az orvosi kezelést. Természetesen sérülés vagy betegség esetén az első lépés mindig az elsősegély és az orvosi kezelés. Na, lássuk, mink van. Az orvosok és ápolók feladata a testünk vészhelyzeti ellátása. Nagyon fáj. Egy törést be kell gipszelni. Kérek egy röntgent. A sebeket meg kell tisztítani és be kell kötni. Ám az orvosok a betegségek és testi bajok kezelésére koncentrálnak, és általában elkerüli a figyelmüket a személy és a teste viszonya. Örült egy nap. Menjünk, öreg. A tény az, hogy a szükséges orvosi ellátás után a személy óriási befolyással bír a testére és egészségére. Jó irányba, vagy rossz irányba. Anyuka, nem ettél semmit. Próbáld meg. Például, ha a személy megsérült, a figyelmével és energiájával hajlamos elkerülni a testének azt a részét.
Mondhatnánk, hogy szellemileg már nem kommunikál a sérült vagy beteg területtel. Mikor a figyelmét és energiáit elvonja a testrésztől, a keringése és az idegi információ áramlások is elkerül. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat.
Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak.
ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon.
A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer.
Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudást szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudást szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudást szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén.
Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni.
Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni.
A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország.
vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia.
De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer.
Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudást szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén.
Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. És egy nagy
Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni.
A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország.
vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia.
De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer.
Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudást szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudást szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudást szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén.
Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni.
Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni.
A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország.
vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia.
De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer. Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy tovább kell tanulnia, ha javítani akar az életén. Igen, nyilvánvaló, hogy mennyire hasznunkra lenne egy hatékony tanulási módszer.
Gondoljon csak bele, hogy számtalan órányi iskolai oktatása során mennyi mindent kellett megtanulnia. De megtanították valaha önnek azt, hogy hogyan kell tanulni? Megtanulta, hogyan kell iskolába járni, és talán tudta, milyen kérdések lesznek a vizsgán, de megtanították önnek, hogy hogyan tanuljon. A tanulás valódi módszere hiányában sokan már csak azért tanulnak, hogy átmenjenek a vizsgán. Franciaország. Vagy különféle memorizálási trükkökkel visszamondják a választ, amikor kérdezik őket. Abraham Lincoln. És néha kevésbé hagyományos módszerekhez folyamodnak. Ám ezek egyike sem helyettesítheti a valódi megértést. Így nem lehet hasznos tudásra szert tenni. A tanulás azonban a mindennapi élet szerves része. Nem csak azért, hogy sikeresek legyünk az iskolában, de azért is, mert a versengő világban sokan szeretnék növelni a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. Vagy talán önnek mindig is volt egy álma, amit el akart érni. Ám az évek múlásával arra a meggyőződésre jutott, hogy túl bonyolult. De az álom soha nem szűnt meg teljesen. Aztán van olyan is, hogy több évvel az iskola befejezése után valaki abban a helyzetben találja magát, hogy